No, hadd látom, kinyílt már a mesehalló fületek? Igen. És itt van mind a kettő? Tini. Igen? Na de egy kicsit azért dörgölgessük meg így, hogy még jobban kinyíljon a mesehalló fülünk. Úgy. Jól dörzsölgesd meg, azaz. Aztán hadd látom, gyertek ti is, hadd látom a meselátó szemeteket is elhoztátok? Igen? Jó nagyra kinyitottátok? Igen. Akkor meg is kell egy kicsit simogatni, hogy utána még nagyobbra kinyíljon. És hát kíváncsi vagyok, tudjátok-e, hogyha meselátó szemünkkel meglátjuk a mesét, és mesehalló füleinken bekúszik, vajon hova kerül az a mese, mit gondoltok? Nagyon jó gondolat, valahova belénk kerül, de kicsit lennebb csúszik, mint a fejünk. Na, vajon meddig csúszik? Addig. Nagyon jól mutatott, pont addig csúszik, ide né a szívünkbe. Kicsit a szívünk tájékát is melengessük meg, már elég meleg van, de azért a mesének kell a jó meleg hely. Na hát én itt szoktam hozni a meséket, úgy tudjátok meg. De ahhoz, hogy innen a szívemből előbújjon, ahhoz elő kell csalogatni egy mondókával. Segítek nekem? Mondjátok és mutassátok utánam, jó? Sűrű erdő, most ti? Sűrű erdő, jó hangosan? Kopasz mező, azaz, tudjátok is. Pillogója, szipogója, tátogója. Itt bemegy, itt megáll. Várjuk, megrepüljön el ez a repülő. Itt a kulacs, itt így áll. Itt mocorog már, én már hallom a hangját. Azt súgja a fülembe, hogy volt egyszer, hol nem volt, hetet hét országon is túl, de még az üveghegyeken is túl. Még az operenciás tengeren is túl, még a kolozsvári magyar napokon is túl. A tüzes tenger 77. szigetjének a partján volt egy gyönyörű szép ország, és ebben az országban egy kicsike falu. No, ebbe a kicsike faluba élt egy anyóka, egy apóka, és volt egy egészen kicsi lánykájuk, úgy hívták, hogy Annuska. Jaj, de halljátok, ezek olyan szegények voltak, a sárga virág kinőtt a házuk tetején. Hát alig volt, mit a tejbe aprítani. Még sokszor tej se volt, amibe aprítani. Na hát korgott is apónak a gyomra reggel is, délbe is, este is. Nektek szokott korogni a gyomrotok? Igen? Hogy korog az, hadd hallom. Hogy pont úgy... Ugye így korgott apónak is. Jaj, szegények, éheztek délbe, este, reggel, s megint kezdték előről. De akármilyen szegények voltak, úgy tudjátok meg, hogy anyóka minden este mesélt, s dalolt Annuskának. És úgy aludták korgó gyomorral, de boldogan mosolyogva. Hanem egyik reggel halljátok, apónak akkorát kordult a gyomra, ilyen felugrott az egész falu népe, jaj, égszakadás, földindulás, mi történt itt, mi mennydörgött ekkorát? Na pedig csak szegény apónak a gyomra volt, az már olyan éhes volt. Mondta is anyónak, hogy jaj, anyu, én már nagyon éhes vagyok, kelj fel te is, valami kis reggelit készítsél nekem. Jaj, apu, tudod jól, hogy nincs miből. De menj igyál egy csupor vizet, az majd elveszi az étvágyadat. Na, megvonta apu a vállát, azt ment a vödörhöz, mert náluk bizabban a régi világban nem a csapból folyt a víz. Ha ment a vödörhöz, hogy megmerítse, hát mit gondoltok, volt víz a vödörbe? Nem volt bizamá, víz se volt otthon. És hát a patak az nem ám a kert végébe folyt, hanem át kellett menni hegyen, völgyön, amíg a patakhoz értek. Sóhajtozott apuja, anyó, már víz sincs itthon. Én szomjas is vagyok, éhes is vagyok. Anyó, menjél hozzá vizet. Én menjek, hozzak vizet? Ha
Hát mennyi dolgom van nekem itthon? Menjél te, apu, azt hozzál te vizet. Én a fájós derekammal? Hát mit, ha nekem nem fáj a derekam, mondta anyu. No, azt addig-addig vitatkoztak, míg apu kitalálta. Hát küldjük-e Annuskát vízért? Annuskát? Hát az kicsi lányka, még ne olyan kicsike, mint te vagy, olyan kicsike volt ez az Annuska. Hát hogy menne az már egyedül vízért? Pont négy? Na, Annuska is pont négy volt. De hát vízért egyedül nem mehetett. Na, mondta anyu, jó van, nem bánom. Menjünk együtt vízért, annál többet tudunk hozni. No, így is lett. Fogták a vödröcskéiket. Apónak volt egy ilyen jó nagy vödre. Anyónak volt egy olyan kicsit kisebb, Annuskának meg egy ilyen egészen kicsike. Na, mindegyik így megfogta a vödröcskéjét, elindultak a patakra. No, hanem a vödröcskék, ahogy így üresek voltak, hát ott csiregtek, csörögtek. Apó vödröcskéje úgy csörgött, hogy csör, csör, így, ahogy így lóbálta. Lóbáljuk mi is, csörgessük mi is, jó? Mondjátok ti is. Csör, 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 csör. No, anyu a másik kezébe vitte a vödrét. Az meg azt mondta, hogy csír, csír, mondjuk együtt. Csir, 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 csir. Annuskának meg a kicsike vödröcskéje, az meg halljátok, azt mondta, hogy csir, 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 csir. Na, hatalom, tudjátok ti is? Csir, 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 csir. Így mentek bizony a patak fele. Tehát mentek azok fel a hegyre, le a völgybe. Jaj, de nehéz volt menniük. Na, megmutatom, milyen sokat kellett menjenek, segítsetek nekem, jó? Mutatom előre, mint a mondókács, mondjátok utánam, hogy felmentek a hegyre. Most ti? Felmentek a hegyre. Lementek a völgybe. Ha felmentek, fent voltak. Gyertek ti is fel. Ha felmentek, fent voltak. Ha lementek, lent voltak. Azaz. Fent is voltak. Lent is voltak. Na, ott is voltak végre a patak partján. Jaj, de úgy elfáradtak. Le is ültek rögvest a patak partjára egyet pihenni. No, hanem Annuska nagyon szeretett muzsikálni. Volt neki egy nádsípja, megmutatom, mit muzsikált. Ez ugyan nem nádból van, de neki abban a régi világban nádsípja volt. És azt fújta, hogy... Annuska elkezdett dalolni a nádsípján. Nagyra nyílt az ő füle is, mert körülötte szinte minden dalolt. Na, nyissátok ti is ki a mesehalló fületeket, mert Annuska is kinyitott, az csak fülelt, fülelt. Hát mit hall? Csörgedezett a patak. Ott nyíltak a harangvirágok a patak partján. Aztán egyszer csak, fülej, vajon mit hallott, lássam, kitaláljátok? A kakuk, igen, a kakuk is oda röppent, aztán még a bagoly is, hát még. Vonat arra nem jár, de... Na, na, ott van, megvan, látom. A gerle is, úgy bizony. Na, hanem egyszer csak... Mi sétált el arra? Egy bárányka is arra tévedt. Nézték is nagy csodálkozva. Mit csinál itt egymagába egy bárány a patak parton? Na, de akkor megint mire lettek figyelmesek? Az énekes madarak is. És hát egyszer csak fenn az égen,
Három nagy madár röppent el. Jaj, azok de szépen énekeltek, na lássuk, kitaláljátok. Vajon mi volt az? Kacsa. Bizony, kacsa. Ugye, de szép a hangja. Aztán az öreg kacsa is arra ült. De volt egy egészen fiatal is. Hát halljátok, ezek is mind arra fakadtak, amikor meghallották, hogy Annuska ott dalol a parton. Na, de egyszer csak apónak megint kordult egyet a gyomra. Jaj, hát már itt vagyunk a patakparton, hát ígyunk már! Na, fogták is a csupracskájukat. Belemerítették a patakba, jaj, de finom, friss vize volt. Ittak egy jó nagyot. Na, aztán fogták a vödröcskéket is, és jól megmerítették apu a nagy vödröt, anyu a kisebbiket, és Annuska azt az egészen kicsikét. És tele voltak most már a vödröcskék, amikor már megemelte őket apu, anyu, és Annuska, csörömpöltek, csörögtek, mit gondoltok? Nem. Hát vajon mit mondtak? Elárulom, na valahogy úgy, ahogy mutatod, lötyögtek, mert lötyögött bennük a víz. Apu, ahogy a nagyvödrével elindult, azt mondta a nagyvödör, hogy löty, löty. Na gyertek, lötyögjünk együtt, jó? Löty, 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 löty. Hát a nyóvödröcskéje, hogy lötyögött, kitaláljátok? Azaz, lígy, 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 lígy. És az Annuskájé? Lígy, 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 lígy. Na, így mentek biza hazáig. Jaj, nehezebb volt az út teli vödrökkel, bizony. De azért csak felmentek a hegyre, s le a völgybe, s addig mentek, míg haza nem értek. Na, otthon letették a vödröcskéiket. Hely, nagyot szusszantak, aztán mondta anyu, na, apu, menjél gyorsan fát vágni, bégyújtunk, aztán lássuk, hát, ha egy vékonyka leveskét csak tudunk főzni, valami csak van még itthon. No, így is lett, apu indult fát vágni, de mondta, ja, de anyu, úgy fáj nekem már a derekam, ha legalább Annuskát hadd segítsen nekem fát vágni, Annuska, tudsz fát vágni? Hát tudod, mert apu megtanította, de nem egyedül baltával. Szép nagy farönköket, amit apu felvágott, azt kicsire felfűrészelték. Na, segítsünk nekik mi is, hogy jó, legyen elég sok tűzifa. Ilyen kézifűrészük volt, nem druzsbájuk abban a régi világban. Kicsi kézifűrészt megfogták, apu egyik végét, Annuska a másik végét. És csak húzták, húzták. Na, segítek, tanuljuk meg együtt, jó? Mondom előre, mondjátok ti is. Jóska bácsi fűrészel, most együtt. Jóska bácsi fűrészel, dolgozik a fűrészel, most együtt. Dolgozik a fűrészel, húzza, tolja, húzza, tolja. Most a bükkö darabolja. No, még egyszer, hogy legyen jó sok tűzifa anyónás apónál, jó? Most mondjuk egyszerre, mert már tudjátok. Jóska bácsi fűrészel. Dolgozzatok, dolgozzatok. Dolgozik a fűrészel. Húzza, tolja. Húzza, tolja. Most a bükkö darabolja. Úgy bizony. Na hát, volt végre elég tűzifa. Be is gyújtottak a kemencébe. Anyó feltette a nagy lábast, azt beleöntötte a vizet. Apó vödréből, amikor öntötte, akkor a vödör csak úgy mond, azt mondta, hogy löty, 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 emlékeztek? Ahogy lötyögött, pont úgy lötyögött be a lábosba. Na, öntsük együtt, jó? Löty, 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 löty. Anyójéból lígy, 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 lígy. És Annuskájéból lígy, 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 lígy. No, tele volt biza a fazék.
Hát, Annuska, fiam, mondja anyu, menj nézeg ott a kamarába. Hát, ha akad még egy pityóka, vagy egy murok, vagy krumpliát, abba a vékonka levesbe valamit tegyünk. No, igen ám, de az a kamara ajtaja olyan nagy volt, Annuska, olyan kicsike. Hát nehéz volt azt kinyitni. Segítünk neki? Fogjuk meg a kamra ajtót, és azt mondjuk, hogy nyek, nyek, nyek. Jó, így nyílt ez az ajtó. Nyek, 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 nyek. Na, kinyitottuk nagy nehezen. Hát Annuska benézett. Az alsó polcon. Hát mit, mi volt, mit gondoltok? Semmi. Semmi. Középső polcon? Mi volt? Semmi. Semmi. Csipeszkedett a felső polcot megnézze. Hát ott mi volt? Semmi. Egy pókháló. Benne egy pókocska. Szeretitek a póklevest? Hát Annuska se szerette. Ment is, mondta anyunak, jaj, anyu, anyu. Hát csak egy pókháló van a kamarába, abból levest nem kéne főzni. Hát abból nem, édes lányom, hagyjad szegényt ott, legalább a legyeket megfogja. Menj nézeg a kredencbe, van-e valami? Na, fogta a kredenc ajtaját, az már nem volt olyan nagy, de be volt ragadva. Az nyik-nyik kell nyílt. Na, segítsünk neki. Nyik, 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 nyik. Na, kredencbe benézett. Hát mi volt benne? Semmi. Anyu, nincs a kredencbe se semmi. Na, nem baj, édes lányom, nézeg ott a kicsi ládikám. Volt anyunak egy ilyen kicsi ládikája. Néha, mikor egy pityóka megmaradt, vagy egy murkocska oda bedobta. Hát, ha ott még van valami.